ugye Robi barátomnak van egy ilyen koncepciója, hogy vége a nemzeteknek, én ezzel nem értek egyet, szerintem nincs, hogyha a politikai nemzetnek vége van, akkor helyette lesz valami más, mint ahogy a politikai nemzet előtt is volt valami más. Tehát biztos vagyok benne, hogy territoriális nagyobb közösségek mindig voltak, mindig lesznek. Hiába internet, tehát az szerintem sose lesz, hogy is mondtad, hogy ügyközösség, vagy micsoda? Tehát, hogy ilyen ügyek mentén szerveződő hálózatos közösségek a világba. Tehát kiutazol Londonba, és ott egyet értesz azzal, hogy mit tudom... De még csak ki se kell utaznod hozzá. Vagy még csak ki se kell utaznod hozzá. De ugyanakkor kurva érdekes, itt volt a Vida a múltkor, és azt mondja, hogy jó van, de hogyha mondjuk egy ilyen társaság összejön és törvényeket hoznak, de nekik olyanról is szavazni kell, vagy véleményt kell mondani, ami nem az ügyük. Most akkor mi a fasz van? Tehát akkor a politika csak egy komplex valami, érted? Tehát összejönnek, mondjuk, még bejut a parlamentbe egy olyan párt, ami csak azt mondja, hogy mit tudom, házasodhassanak a buzik. De hát az meg az árvízről is szavazniuk kell, meg az adóról, meg a faszom tudja miről, mindenről, érted? Tehát, hogy akkor mi van? Érted? Akkor ők tartózkodnak, baszod. És az van. És hogyha csak ilyen pártokból áll, akkor mindegyik tartózkodik. És de nem fog csak ilyen pártok, de nem életszerű, nem fog csak ilyen pártokból állni, mert a hatalomért úgyis meg fognak szerveződni azok a maffiák, amik ma vezetik az országokat, meg az államokat. Nehogy azt higgyed, hogy nem. Én arról beszélek, hogy ezeket a maffiaszerűen működő érdekcsoportokat kiegészíthetnék valódi politikai állással és valódi politikai nézettel rendelkező csoportok, amelyek egyetlen ügy mentén szerveződnek. Erről beszélek. Ilyen egyébként már a rendszerváltás óta egy csomó próbálkozás volt. Emlékszem, vállalkozók pártja, nyugdíjasok pártja, akkor ilyen volt. Várjatok, mi? Volt még bazd meg, hogy négy vagy öt ilyen, ami a nevé, nem a kisgaz, az más, az egy történelmi párt. A izé, de hogy a nevébe benne volt, hogy egy ügy, érted? Nem volt ügy, de nem volt ügy, a vállalkozók pártjának nem ügye volt, a vállalkozók pártjának annak neve volt, és volt ez a... Hogy hívták az emberek? Palotás János. Palotás János, és őneki Palotás Petra, a lánya volt a Viva TV műsorvezető, meg a királyin is volt. Amikor éppen hatalmon voltak. Már a Palotásék. Á. Mert az MDF-es volt. Nem MDF-es volt az Palotás ilyen. Palotás MDF-es volt. Dehogy is, SDS-el volt. Nem MDF-es volt. Egész biztos? Biztos. A vállalkozók pártja az SDS-szel meg a Fidesz-szel volt koalícióban. Az oké, és a Cvak is benne volt a vállalkozók pártjában, azt tudom, de a Palotás eredetileg MDF-es képviselő volt, és utána csinálta meg a vállalkozók pártját. MDF-es volt az Palotás. De akkor az egy másik vállalkozók pártja. Lehet, hogy az egyik a Vállalkozók Országos Szövetsége, a másik meg a vállalkozók pártja. Hát több ilyen is volt. De mindegy, de a Palotás akkor is MDF-es volt, azt tudom. Na mindegy, a lényeg az, hogy ezeknek a pártoknak nem volt ügyük. Mi volt a vállalkozók pártjának az ügye? Hát a vállalkozóknak, a vállalkozásoknak legyen jó. Hát a vállalkozásoknak. De ez nem ügy. És a nyugdíjas párt? De az se ügy. Hát mi a faszom az ügy? A nyugdíjas párt, figyelj, tudod, hogy mi az ügy? Mondjuk, infláció követő nyugdíjakat. Ez egy ügy. Vagy mondjuk azt mondom, hogy radikális nyugdíjcsökkentést. Ez egy ügy. Vagy mondjuk azt mondom, hogy eutanáziát. Vagy azt mondom, hogy halálbüntetést. Vagy azt mondom, hogy fegyverviselést. Ezek ügyek. Az, hogy agresszív faszok pártja, az nem ügy. Tehát lehet, hogy fegyvert akarnak amúgy viselni, de ez még nem egy ügy. De ezeket az ügyeket képviselik a politikai maffiák is, érted? Képviselik a lónak a kezisnak hát, faszát. Azt képviselik. Megszavazzák adott esetben az abortus. Ha látják a vérszomjat, a választóknak a szemében csillogni, akkor megszavazzák. Tehát ez erről szól, ők nem képviselnek semmit, maradjunk ennyiben. Hát olyan értelemben képviselik, hogy megszavazzák a parlament. Reprezentálják, érted, a választói igényeket. Szerintem ez úgy működik, hogyha én létrehoznék egy pártot, aminek az lenne a neve, hogy... Mondjatok egy ügyet, az első ügyet. Reklámellenes párt. Létrehoznám a reklámellenes pártot. És megszerveződnék,
mondjuk létrehoznám a reklámellenes pártot 2014-ben. 2017-ben a közvéleménykutató intézetek már 12%-ot mérnének nekem, mondjuk. Már azt mérnék, hogy 12%-os párt vagyok. A Fidesz azonnal beleírná a saját programjába a reklámoknak az eltörlését. De az MSZP is beleírná a programjába a reklámoknak az eltörlését, mert azt látnák, hogy ebben az országban van egy 12%-os tömeg, amelyik nem akar reklámot. És ők azonnal integrálnák ezt az igényt, ezt a szükségletet, hogy ezzel ellehetetlenítsék a 12%-os reklámellenes pártot, és elszívják előle a levegőt. Egy évvel később jön a választás, és az én reklámellenes pártomnak a szavazatai lezuhannának 3%-ra, és nyerne a Fidesz a reklámellenes ígéreteivel. De eltörölnék hogy, a reklámokat. És ezután el kéne törölniük a reklámokat. Vagy, mert hogy benne van a programjukban. És akkor viszont, mi történt? Engem mint az én politikusi ambícióimnak lőttek, viszont az ügyem teljesült. Tehát teljesült az ügyem anélkül, hogy bejutottam volna a parlamentbe. Vagy a másik lehetőség... Nem csinálhatnál karriert. De nem akar az én karrieremről, hanem az ügyről szól. Pont ez a lényeg, hogy a programpárt az az ügyről szól, és nem a személyes karrierről, ezért nem maffia párt. A másik lehetőség az az, hogy az adott kormányzat azt mondja, hogy hát erről az ígéretünkről elfelejtkezünk. Mégsem tiltjuk be a reklámokat, hanem ezt így elsúnyogjuk. És amikor megkérdezik a nem tudom én a kormányszóvívőt, hogy mi van a reklámellenes ígéretekkel, akkor a kormányszóvívő azt válaszolja, hogy ez egy nagyon bonyolult kérdés, megtettük az első lépéseket, egyik napról a másikra nem lehet, de megtettük az erőfeszítéseket, és lenne egy reklámellenes kormánybiztos, meg lenne egy reklámellenes nem tudom én, ilyen szakbizottság, meg ilyen, mit tudom én, akár még reklámellenes miniszter is lenne, hogyha kell. És így szépen elsinkófálnák az egészet. Ez mit eredményezne? Azt eredményezné, hogy az én 12%-os reklámellenes pártom fölszaladna 16%-ra. És legközelebb, amikor ők azt mondják, hogy na most már tényleg reklámellenesek vagyunk, azt már nem lesz elég mondani, hanem vagy csinálni kell, vagy bejutok a parlamentbe, bassza meg. És azokat a szavazatokat tőlük szedem el. Tehát tőlük veszem el. Hát előbb-utóbb, hogyha szerveződik egy ilyen programpárt, annak nem, a programpártnak nem az a cél, hogy bejusson a parlamentbe, és az ügyet keresztül üsse. Az a dolga, hogy reprezentáljon egy tömeget, és ezzel már önmagában nyomást gyakoroljon a hatalmon lévőkre, hogy azt az ügyet integrálják a saját politikájukba. Ennyi. És szerintem ez a jövő. Van-e ilyen a világban? Bárhol. Hát majd lesz. Tudom, ha valaki kételyét fejezné ki, akkor jönne az, hogy hát rabszolgasságot is el akarták törölni. De egyébként a kalózpárt is ilyen. De milyen gyenge. Parlamenti párt Svédországban. Múltkor vitatkoztam a magyar kalózpártos csávúval a nacionalizmusról, bazd meg. A hülyeségeket írt, mint a fasz. Mint amiket te mondasz, bazd meg. Elképesztő. Jó megmondta.